2022 a COVID-járvány éve igazi csúcsév volt a horgászatban, de szerencsére a tavalyhoz képest idén is nőtt a rendszeresen pecázók száma a Vármegyében. Jelenleg 28-29 ezeren vannak a szövetség rendszerében, ami szép szám, miközben a fogások száma stagnál, de ennek is megvan az oka. Nyilván a korábbi években a COVID is hozzátett ehhez, de azt gondolom, hogy akkor megszerették a horgászatot, mert rájöttek, hogy természetben lehet űzni, vissza lehet térni az ősi módszerekhez, azok nem pártoltak el, legalábbis a számok ezt mutatják. A területi jegyben mindenképp némi növekedés mutatkozott az idén is, az állami jegy az inkább stagnál, viszont hétről hétre jönnek vizsgázni hozzánk egy 2-3 csoportnyi, ami hetente egy 30 embernyi vizsgázót jelent. Ez azt jelenti, hogy továbbra is van érdeklődés, és továbbra is vannak új belépők. Ugye a horgászok olyanok, hogy egyik évben horgásznak, a következő évben lehet, hogy a munka miatt, más miatt kevés lehetőségük van, aztán újra visszatérnek, tehát erre megvan a lehetőség, úgyhogy ez egy ilyen kicsit lüktető létszám, de egy szép 28-29 ezres bázis van itt Győr-Moson, Sopron vármegyébe, és szerintem mindenképp egy nagy szám. Sokféle hal van a szövetség kezelésében levő vizekben, nagyon jók a különböző fajok fogási mutatói is. Az ügyvezető szerint fontos, hogy folyamatosan frissítsék az állományt, ezért rendszeresek a haltelepítések a régióban. Ponyból 43 tonna volt a Győr-Moson-Sopron vármegyei szövetségvizeken fogás. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, és ez az átlag fogás is arra igaz, hiszen hogyha összességében nézzük, akkor nagyon sokan egyesületi vizeken horgásznak, és onnét viszik haza a halat. Én most csak a szövetségvizekről elvitt halról beszélek. 5 tonna fölött volt a csukafogás, ami azért nagyon nagy dolog, mert egyrészt sokan kételkednek benne, hogy ragadozó halak vannak-e még a vízbe, másrészt pedig, mert az éghajlatváltozás az leginkább a ragadozó halakat közt a csukát érinti, egyre nehezebb a megélhetése ebben a melegben, nem jól sikerülnek az ívások, és nem jól sikerülnek a termelőknél sem a pótlások. Ugye nagy probléma van a telepítéseknél is a ragadozó hallal, részben azért, mert nagyon drága, részben meg azért, mert alig elérhető, nem tudnak annyit előállítani belőle értelemszerűen, mint a ponyból. De azt gondolom, hogy a fogásokat nagyjából az előneveltel és a kilónkénti telepítésekkel tudjuk hozni. Tavaly 20 tonnával, több mint 20 tonnával többet telepítettünk ponyból, mint amennyit kifogtak. A csuka az körülbelül a fele volt, amit tudtunk telepíteni, de nyilván előnevelettel ezt kiegészítettük, és így szerintem az is erős a sikeredet. A süllőből pedig többet tudtunk telepíteni, mint a fogás. A süllő az ilyen 2,7-2,8 tonnás fogást mutatott. Emellett ugye az egyéb halakból a keszeg dominál, ami 18 tonna fölötti fogással jelent meg. A szövetség missziója, hogy tovább népszerűsítse a horgászatot, formálja a fiatalok felfogását, és hogy javítsa a sporták körülményeit a vármegyei vizeken. Mind a MOHOSZ, mind pedig a különböző médiumok nagyon erősen támogatják a sajtó megjelenéseket, és ezzel hírét viszik a horgászatnak, a horgászat népszerűségének, a fogásoknak. Nagyon sok pozitív hír jelenik meg a horgász újságokban, nagyon sok komoly verseny van, amiről most már beszámolnak különböző médiumok, és ez nagyon jó, mert ezek segítik a horgászat fejlődését. Mi legtöbbet az ifjúság és gyerek munkában teszünk ezért, hiszen a felnőtteket kevésbé tudjuk ösztönözni mindenféle elfoglaltságaik mellett, hogy horgásszanak, de a gyerekeknél bizony még a megyei szövetség is szervez szakköröket különböző iskolákban. Az egyesületek úgy szintén köszönet értem, mert ez hatalmas munka, társadalmi munkába végzik az egyesületek javarészt a feladatukat, és ők nagyon nagy energiák fordítanak arra, hogy az iskolákban megjelenjenek, ott szakkört tartsanak a gyerekeknek. Nekünk is volt az idén több táborunk, 4 szakkörünk volt az idén, egész évben futott különböző iskolákban. A szövetség ügyvezetője, akinek fia a napokban Európa-bajnoki bronzérmet szerzett egy másik vizes sportágban, maratoni kajakkenuban, hozzátette, az év második felében is azért dolgoznak, hogy a környékbeli pecások minél élhetőbb és fenntarthatóbb környezetben hódolhassanak szenvedélyük.